A méheket is megviseli a hőség, a méhészeknek folyamatosan figyelnie kell arra, hogy a jószágok ne legyenek a tűzőnapon, és mivel a száraz időben már nem találnak tócsákat, még intenzívebben itatni kell őket. A kaptárakban természetesen nem áll meg a munka. Na pont ezen itt az anya is. A méhek jelenleg a napraforgóról gyűjtenek, de csak a reggeli párás időben repülnek ki, a hőségben besül a nektár. A rendkívül enyhe tavaszt is megérezték, a repcét sokkal előbb pörgették, de a virágzás második időszakában kevesebbszer volt hordás. Volt egy 10 napos hideg időszak, amikor nem volt hordás, ebből kifolyólag hát nem sok repcemézük lett a méhészeknek. Akácvirág rengeteg lett, csak helyileg lettek fagyok, és ebből következőleg fagykár az akácba, azt aránylag jó kihevárta, egy erősnél közepesebb hordás lett belőle. Az összes többi, ami ezután következik hordásnövény, gondolok itt a facéliára, a hársra, a gesztenyére, a nagyon sok összetevőnek a hatására gyenge termés eredményeket hoz. A méz fogyasztói ára nem emelkedett, miközben az utóbbi 2 évben a nagy kiszerelésű hordós méz felvásárlási ára a felére esett. Nagyon sok energiát, pénzt, gépeket beletettünk ebbe a vállalkozásba, akik főállásba csináljuk a méhészkedést, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy kilátástalan. Tehát raktárra termelünk, nem elég, hogy a felvásárlási árak a bekerülési költség alatt vannak jóval, hanem egyszerűen szinte áll is a felvásárlás. Innentől kezdve ott nézegetik a méhészek a mézüket a hordóba, a raktárba, és hát meg kéne élni valamiből. A méhész azt tanácsolja a mézfogyasztóknak, hogy a környezetükben munkálkodó termelőktől szerezzék be a jó minőségű magyar mézet, ez nagy segítség a méhészeknek. Elmondják.